Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője, és Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója. Jó estét, szervusztok! Jó estét, szervusz. Pesti László megint megszólalt, mostanában elég sűrűn teszi ezt, most éppen a Telexnek nyilatkozott, egy-két idézet, ezt a NER lovag szót kérem, hogy töröljük, mert ezek nem lovagok, hanem ezek orkok. A NER már a szitok szó lett, de egyébként beszél Mészáros Lőrincről megint, ugye hát, hogy ő nem mondja, hogy ő egy funkcionálisan analfabéta, legfeljebb gondol rá, de tehát tulajdonképpen mondja, ez pedig még nem bűn, Szilászlóról, a kis malac szemeiről, amit tikitakizik, meg bizonyítékokról. Tehát mit láttok ebből az újabb, mit csinál Pesti László? Pesti László, ha allegóriával kellene élnem, akkor tulajdonképpen jelenleg a Kárpátok Prigozsinja, és majd meglátjuk, hogy, hogy egyébként a szimbolikus tankjaival megindult ugye a NER bizonyos erőközpontjai felé, hogy visszafordul-e, vagy végigmegy rajta, és egyébként ha visszafordul, ha végigmegy, akkor mi lesz ennek a vége. Ezt legalább olyan érdeklődéssel figyeli ma a publikum, mint amikor Prigozsin annak idején elindult. Nyilván itt... A komolyra fordítva egy kicsit a szót, és két szinten mélyebbre menve, amit most Pesti László megpiszkált, az voltak éppen mégiscsak a NER egyik lényege, vagy a NER egyik nagyon fontos tartóoszlopa, ez pedig a gazdasági háttérhatalom kialakítása. Ha Lánci András szavaira visszagondolunk, aki azt mondta, hogy az, amit ma az ellenzék korrupciónak lát, az maga a politika, tehát hogy ki kell alakítani egy nemzeti burzsuáziát ahhoz, hogy legyen egy kellő háttere legyen a kormányzásnak. Ugye, ha ennek az eredet történetét egy kicsit megpiszkáljuk, akkor egészen az első Orbán kormányig kell visszamennünk, ahol a miniszterelnöknek az volt a megélése és az volt a tapasztalata gyakorlatilag 4 éven keresztül, hogy hiába ő az első ember, hiába ő a miniszterelnök, gyakorlatilag nincs mozgástere, mert a gazdasági érdekcsoportok és a nagyon széttartó különböző erőcsoportok mellett nincs igazán esélye az elképzeléseit végigvinni. És ez egy elég erős tapasztalat volt ahhoz, hogy 2010-ben, és akkor még hozzáteszem zárójelben, hogy volt még 8 év, amikor végignézte a bal liberális kormányzást, ami szintén egy ilyen típusú veszőfutáson ment keresztül, és ebből azt a tapasztalatot szűrte le, hogy csak úgy érdemes kormányozni, ha kellő háttérhatalom is, vagy gazdasági háttér van mögöttük, és a NER... amit én egyébként nem neveznék rendszernek, itt nagyon gyakoriak a rendszerdefiníciós kísérletek, és szerintem ezek azért kudarcosak, mert ez nem egy rendszer a szó hagyományos értelmében, hanem egy konstrukció, ami folyamatosan változik. Folyamatosan mozgásban van, a mozgatóit most nem tudom kifejteni, de a lényeg az, hogy az egyik nagyon fontos komponense ez a gazdasági hinterland, és ez is folyamatosan mozgásban van, és folyamatosan teret foglal. És ez a térfoglalás érte el gyakorlatilag Pesti Lászlót ma, vagy mostanra, és ennek megy szembe ő egyedül egyelőre, és majd meglátjuk, mint ahogy Prigozsinnál is ezt várta gyakorlatilag a félvilág, hogy lesz-e, aki csatlakozik, és mellé áll, és lesz ebből valódi küzdelem, vagy elbukik. Na, te egyetértesz, hogy a rendszerrel vagy nem rendszerrel megy szembe magával Pesti László? Azzal mindenféleképpen egyetértek, vagy arra tudnék én is csatlakozni, hogy itt egy gazdasági hátországnak a kitüremkedése, felbugyanásának köszönhetjük azt, hogy most hát orkokról hallunk itt a közbeszédben, ami szerintem önmagában, azért legyen már ez mondjuk ki, hogy megdöbbentő. Tehát, hogy ez önmaga a stílus, ahogyan saját magukról ők beszélnek, ez ettől jó azért magunkat elhatárolni. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy 2023-at írunk, és elmúlt 8 év, 2015 óta volt ott egy G-nap, hát akkor mondhatjuk, hogy az O-nap nekem, de lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki eszembe jut Simicska Lajosnak a megszólalás, aki azt mondta, hogy most a
szalonképesebbet próbálom idézni, hogy az rendben volt, hogy lebontunk egy diktatúrát, de az nem volt benne, hogy fölépítünk egy másikat. Neki akkor telt be a pohár, és akkor fordult szembe gyakorlatilag egy olyan rendszerrel, aminek korábban ő aktív szolgálói építője volt. Most Pesti Lászlónál látunk valami olyasmit, bocsánat, hogy amivel ő azt mondja, hogy ő nem a Fideszt kritizálja. Na, itt a lényeg. Ez egy nagyon fontos. Azért nem akarok vitatkozni Zoltánnal, de szerintem ez iszonyatosan fontos, hogy én nem, mondjuk te vagy a politikai jellemző, én maximum csak közbevetetem, hogy valóban a rendszert látod? Miért vagy abban biztos, hogy a rendszert kritizálja? Azt mondott Prigozsin Putyint is kritizálta, Pesti László nem kritizálja a magyar miniszterelnököt, sőt, én ezt ki is írtam, mert szerintem ebben az egész történetben ez a legfontosabb mondat, vagy ezek a legfontosabb mondatok. Azt mondja, hogy szerinte Orbán Viktor, akivel egyébként már régen beszélt, örülni fog annak, ha ezek a bizonyítékok előkerülnek, és megtisztulást okoznak, előtte ugye Mészárosról, Szilászlóról beszél, mert mint mondja, sokan összetévesztik az orkokat a párttal, miközben a Fidesz lényegében rendben van. Van egy olyan törés a Fideszben, amire Orbán Viktornak nincs ráhatása, arról sincs tudomása a kormányfőnek Pesti szerint, hogy a Fideszre hivatkozó nem mindig tisztességes emberek az ő nevében járnak el. Ő erről nem tud. Pesti László tényleg azt gondolja, hogy Orbán Viktor nem tud erről, és előtte Mészáros Lőrincről beszél, aki akkor nélküle lett, de lovag. Miről nem tudott? Jó, akkor Viktor? Most maradva ennél az allegóriánál, Prigozsin is nagyon sokáig tartózkodott attól, hogy egyébként Putyin bírálja. Hát a tábornok. Igen, tehát itt is lefele lőtt, és egyébként szerintem Pesti László részéről is az van, hogy taktikailag az, hogy Orbán Viktort most betámadja, az nagyon nagy hiba lenne. Tehát ő tényleg abban gondolkodik, hogy szeretné megtisztítani ezt a rendszert. Én ezt elhiszem neki, tehát azt gondolom, hogy ez egy valódi célkitűzés a részéről. Fölkapta a vizet, egyszerűen mérges lett ettől. Ő egy ősfideszes, aki tisztában van az eredeti célkitűzésekkel, és azt látja, hogy nem ez valósul meg, hanem azt látja, hogy ez a háttérhatalom visszaél, ez a gazdasági háttérhatalom visszaél az erejével, és mindent elfoglal. És ezt megpróbálja a saját eszközeivel valamilyen értelemben ellen tartani ennek. Nyilvánvalóan, hogyha a vezetőt betámadja ezen a ponton, akkor ez a küzdelem, ez bukásra van ítélve. Tehát ez lehet a taktika részéről, és lehet egy meggyőződés részéről, hogy Orbán Viktor nem tud. Nyilván minden apró kis zsarolást, meg ilyen kis térfoglalásokat, meg ilyen... Nyilván csak nem arról beszél, hanem ezeket Mészáros nem tudja. Lőrincről beszél. Meg. Igen, de ugye a Mészáros Lőrinc, hogy mondjam, cégbirodalma is ilyen pici részekre, ilyen céghálózatokra bomlik, és a végén nem Mészáros Lőrinc ül oda és mondja azt, hogy hát mi szeretnénk ebbe beszállni, vagy szeretnénk átvenni, hanem no-ném emberek, tehát a politikában és a közéletben nem ismert emberek, hihet abban szerintem Pesti, hogy ezekről egyébként minden részletében Orbán Viktor nem tud. A rendszer lényegét mégiscsak az érinti, hogy Orbán Viktor viszont abban meg van győződve, hogy egy erős, hozzá lojális gazdasági hinterlandra szükség van, és ez a meggyőződés hozta létre ezt az egész jelenség. Akkor ő most világosodott meg, és úgy döntött valami okból, hogy megtisztítja, vagy segít megtisztítani a Fideszt, vagy megtisztítatják vele? Szerintem, amire te is utalsz, az azt feltételezi, hogy itt van egy jéghegy, aminek mi a csúcsát látjuk a Pesti László nyilvános megszólalásaiban is, hogy mi van mögötte, meg mire épül az egész konstrukció, az lehet, hogy ki fog derülni a következő hónapokban, ahogy ő is célozgat itt bizonyos, majd lesznek bejelentések, meg feljelentések, vagy nem. De szerintem óriási ellentmondás van abban, hogy ő mondjuk azt állítja ezek szerint, hogy Orbán Viktor nem mindenről tud ezek közül, a visszaélések közül, de közben konkrétan a lölő jelenséget kritizálja Pesti László. Hát a lölő jelenségről, ha nem tud Orbán Viktor, akkor szerintem óriási probléma van ebben az országban, ha például ilyen fajsúlyú dolgokról nem tud. De én azt szeretném azért üdvözölni, és ebben én nagyon tudok kapcsolódni ehhez a hosszú interjúhoz is, meg egyáltalán ehhez a feltételezhető szándékhoz, jó szándékhoz, ami a Pesti László szavaiből így kikontúrosodik, hogy szerintem nagyon sok ember van ebben az országban, és én is nyugodtan tudom sorolni magamat azon emberek közé, akik nem
mondjuk Fidesz ellenesek, így, vagy kormány ellenesek, hanem nagyon sok bűncselekmény, meg negatív morális cselekedetet ellenzünk, de közben mondjuk a Fideszben nagyon sok értéket látunk ma is, és régebben meg tudunk róla, hogy vannak olyan Fidesz árvák, ez most már egy ilyen terminus technicus lett, ugye, akik valaha szavaztak a Fideszre, de most már eszük ágában sincs. Ha a Pesti Lászlónak ez a törekvése, meg ez a szép víziója valóra válna, az szerintem nem csak a Fidesznek tenne jót, hanem az egész országnak, hogy is mondjam, egy ilyen lelki megkönnyebbülést jelentene, és ezzel nem beszélek az ellenzék ellen sem, hanem szerintem vannak azért olyan morzsái Pesti László gondolatainak, amiben érdemes lenne szerintem a jó akaratú embereknek belekapaszkodni. Ugrunk mindjárt egy témát, de tényleg egy-egy mondat tennétek arra nagyobb összeget, hogy karácsonyig bármi ki fog jönni bűncselekményről bizonyíték. Ugye arról beszél, hogy szerveren van, dokumentumok, hangfelvételek, nem tudom, miről beszél még, de ilyesmi. Igen, az egyik elemző, amikor Prigozsin megindult, és visszafordult, akkor azt mondta, hogy ha lennének Prigozsin részvényeim, akkor eladnám. Most azt kell végig gondolnunk, hogy ha vannak pesti részvényeink, akkor az eladnánk, vagy vennénk belőle. Hát így is lehet mondani. Tehát tulajdonképpen ezt kellene eldönteni. Nem tudom, ez egy nyitott kérdés, tehát mondtam, a dilemma az, hogy visszaforduló-e félúton, vagy nem. Nem tudom ezt ezen a ponton megmondani, az ő elszántságát sem ismerjük igazán mélyen, bár most elég, hogy mondjam, elkötelezettnek tűnik ebben a dologban, de az, hogy mi van a kezében, azt nem tudjuk. Azért itt az ellenzék részéről, meg a baloldal részéről az elmúlt 12 évben nagyon sok volt a csodavárás, kezdve a Simicskától és az összes többi ilyen... Ferenc is ígért bombák. Igen, hogy tehát sok ilyen csodamárás volt. Nyilvánvalóan Pestinek nem célja az, hogy megbuktassa a kormányt, ő neki egy ilyen megtisztítási szándéka van. Meglátjuk, hogy meddig hajlandó ebben elmenni, és egyébként azt látjuk még majd meg, hogy a hatalom hogyan viszonyul ehhez. Tehát, hogy végül is szimbolikus értelemben kilövik-e rá, azt, vagy elhelyezik-e azt a táskabombát, vagy igen, tehát hogy kilövési engedélyt adnak-e rá. Nyilvánvalóan néhány fideszes erőközpont most nagyon aggódik, emiatt néhányan megdrukkolnak neki, tehát ez egy ilyen dolog, a Fidesz ez egy rendkívül nagy és összetett képződmény, ilyen értelemben ő könnyen találhat szövetségesekre a következő időszakban. Én csak nagyon röviden maradnék a Jéghegy hasonlatnál. Én azt feltételezem, hogy ez a politikai értelmet mekkora pofont ne adjak című bejelentés volt. Tehát simán lehet, hogy megvannak azok a bizonyítékok, de esze ágában sincs előállni. Én leginkább erre tennék, hogy nem fog előállni, hanem üzenget egy bizonyos csoportnak, és valamit el szeretne érni. De én azt gondolom, hogy itt én a magam részéről befejezném azt, hogy azt találjam ki, hogy mi van a Pesti László fejében. Vannak pozitív üzenetek ebben a történetben, és én nem tennék nagy pénzt arra, hogy jönnek majd. Hát egyébként fel is jelentették, ha jól tudom, az LMP, mert hogyha bűncselekményekről van bizonyíték, és te tudomásod van róla, akkor nem bűncselekményt követsz el, hogyha azt nem hozod nyilvánosan. Jó, de itt is azért van, tehát hogyha ő úgy pozícionálja számára magát ebben, mint egy oknyomozó újságíró, akkor az oknyomozó újságíró is adatot gyűjt először, és bizonyos ponton tárja ezt csak vagy a nyilvánosság, vagy a rendőrség elé. Tehát most mondhatja, hogy ő még adatgyűjtésben van. Tehát ezt a fejjelentést... Mondhatná, de nem ez mondja. Nem ezt mondja, hanem konkrét bűncselekményekről beszél, és azok bizonyítékairól. Igen, de készül valamire, meg gyűjtöget, ezt mondta viszont, hogy ez folyamatban van ez a munka, és rajta vannak. Én azért hagyj kérjek annyit, ha figyelik ezt az adást azok a személyek, akiket ez érint, hogy ahelyett, hogy ilyen stílusban beszélnek egymásról, és ahelyett, hogy bűncselekmények nyilvánosságra tárásával fenyegetik egymást, vezessék és építsék ezt az országot. Én azt gondolom, hogy legtöbben ezt várjuk tőlük. Na tényleg csak egy-egy mondat marad most már a másik témánkra. Tegnap átadtak Csepelen egy felújított gimnáziumot, több mint 22 milliárd forintból újították fel a Jedlikányos gimnáziumot. Az iskola falára pedig Orbán Viktor idézetek kerültek. Magyarország 7 törvényének is nevezett bölcsesség csokor 2020. augusztus 20-án egy beszédében sorolta fel ezeket Orbán Viktor. Haza csak addig van, amíg van, aki szeressé, most nem sorolom fel mind a hetet. Az én iskolámon is volt Vörös Marti, meg Arany, meg nem tudom milyen idézet, Orbán Viktor idézet nem volt, most már van. Tehát ez a jövő, vagy mit szóltok ehhez?
Hát szerintem olvasgassanak történelemkönyvet, és nem feltétlenül a magyar kormány által szerkesztett történelemkönyvet azok, akik szeretnék megtudni, hogy az ilyen rendszerek, ha már rendszerekről beszélünk, hova vezetnek, ahol az aktuális politikusnak a vezérgondolatait kiírogatják az iskolákba. Mert szerintem ez Magyarországon fordult már elő, más országban is fordult elő, de én nagyon nem örülnék neki, hogyha ilyen irányba menne a magyar társadalom. Zoltán? Picit groteszknek tűnik a dolog, de ugyanakkor meg tudni kellene a részleteket, hogy ki döntött erről, miért döntött így. Tehát... Kell ehhez tudni bármi részletet? Magát igen, a tényt, hogyha meg... Azért, persze érdekel, de azért maga a tény is. Mielőtt ítéletet mondanék, látni kellene, hogy ez alapvetően egy ilyen, nem tudom, egy ilyen alattvalói magatartás valamilyen iskolaigazgató részéről, vagy a tervező. Tehát, hogy azért engem érdekelne, hogy ki találta ezt ki, és hogyan magyarázza meg, tehát, hogy erről lehet vitát folytatni, csak tudni kéne, hogy pontosan mi miért történt. Azt tudom mondani, erre picit groteszk. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük, hogy itt lehettünk.